Köszöntöm a Kaposmenti magazin nézőit, Deli Kinga vagyok. Mutatom, mit kínálunk mai műsorunkban. Elkezdődtek a Dombóvári Orvosi Rendelőben a felújítási munkálatok. Főztek, szórakoztak és helyi termékeket kóstoltak, falunap és termelői vásárnapon. Kutyás program a Dombóvári Erzsébet táborban. Szent Anna tiszteletére tartottak búcsút Dombóvár Szőlőhegyen. Papírszínházi előadás várja a legkisebbeket heti egyszer Dombóváron. Javában zajlik a Szabadság utcai orvosi rendelő felújítása Dombóváron. Az önkormányzat által elnyert toppos forrás meghaladja a 120 millió forintot, amelyből az épület homlokzati szigetelése, a homlokzati nyílászárók cseréje és még számos külső és belső felújítási munka készülhet el. Az eddig itt helyet kapó orvosi szolgáltatások a felújítás idejére áttelepítésre kerültek, melyről részletes információt nyújt Dombóvár város hivatalos weboldala. A leromlott műszaki és higiénés állapota tette indokolta a Dombóvári Szabadság utcai rendelőépületének felújítását. A több egészségügyi alapellátási tevékenységhez helyet adó ingatlan fűtési rendszerét és klimatizálását is elvégzik a projekt részeként. A település önkormányzata ezt két fázisban valósítja meg. A munkálatok első fele meghaladja a 120 millió forintot. Topos forrás kereteiből tudjuk finanszírozni ezt a beruházást. Sajnos még csak az első ütemnek a pénzügyi forrásai teremtődtek meg, de második ütemnek is már a feltételes közbeszerzése megtörtént, és arra is megvan a kivitelező. Szerencsések voltunk, hiszen mind a két kört ugyanaz a vállalkozó nyerte, így azért nyugodtan nekiállhatott dolgozni. Nekünk már csak az a kívás, hogy a második ütemre megszerezzük a forrást. Reménykedem, hogy a közeljövőben az a forrás is meg fog érkezni Dombárváros számlájára, és egyszerűen mind a két ütemet meg be tudjuk fejezni. Nyilván a két ütem szervesen összefügg, hiszen az SZTK-t követően Dombóvár második legnagyobb járóbeteg ellátó intézmény előtt állunk. Ebben az intézményben működött 3 fogorvos, 2 házi orvos, 1 gyerekorvos és 4 védőnőnek is itt volt a telepeje, tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy a városnak több mint 50%-a itt került ellátásra. A projekt keretében az épület általános felújítására kerül sor, valamint az épület akadálymentesítése is megvalósul. A város második legnagyobb járóbetegellátó intézményében számos orvosi szolgáltatás kapott helyet, amelyek a felújítás idejére új helyre költöztek. A legnagyobb kihívást a fogorvosi eszközök áttelepítése okozta. Ha belegondolunk, ez ennyi orvost elhelyezni Dombóvár egyéb területén és egyéb rendelőjébe szép kívás volt. Ami a legnagyobb kívás volt, a speciális fogorvosi eszközöknek az áttelepítése a másik rendelőbe. Nyilván tudom, hogy nem feltétlenül ez a beruházáshoz tartozik, de azt szeretném kiemelni, hogy csak az orvosok költöztetése eddig több mint 10 millió forintba került a városnak. Ezzel a költségekkel, ebben a volumenben mi nem számoltunk, egy szerényebb összeggel, de azt gondoljuk, hogy a beruházás, amely itt megvalósul és létre fog jönni, azon túlmenne, hogy felújítjuk ezt a rendelőt, át is alakítjuk, hiszen eddig a két körzetet ellátó házi orvos egy rendelőben rendelt, most kialakításra kerül még egy orvosi rendelő, egy közös váróval, és ami nagyon fontos, hogy akadálymentesítése is meg fog történni az épületnek. Nyilván a kor szellemiségének és műszaki követelményeknek megfelelően kerül kialakításra majd a felújított épület. Nyilván nagyon fontos, hogy energetikailag a legkorszerűbb anyagok kerüljenek beépítésre, mint nyílászárók, mint hőszigetelés tekintetében. Az egész épület rendszer központi klímával lesz ellátva, egy modern fűtés kerül kialakításra, és nagyon remélem, hogy jövő ilyenkorra már mind az orvosok, mind az ellátottak birtokba tudják venni a felújított, átalakított orvosi rendelőt. Nyilván kellemetlenségek nélkül nem lehet előrelépni, komfortzónájából sajnos ki kellett zökkenteni mindenkit, úgy mind az orvosokat, úgy sajnos az ellátottakat is, de remélem, hogy a cél szentesíti az eszközt, és jövő ilyenkor elégedett orvosok és elégedett dombári lakosok sokasával fogja birtokba venni az új épületet. Az épület elkészülteig az eddig itt helyet kapó áttelepítésre került orvosi szolgáltatások pontos helyszínéről Dombóvár város hivatalos weboldalán tájékozódhatnak. Egésznapos programokkal, többek között főzőversennyel, focikupával és színpadi műsorokkal várták az érdeklődőket a Naki falunapon. Termelői vásárt is szerveztek, a látogatók saját készítésű egészséges termékeket kóstolhattak meg. Focikupával indult a reggeltől estig tartó programsorozat a Naki falunapon. A gasztronómiai tudásukat megvillogtatni készülő baráti társaságok főzőversenyre neveztek be. A bográcsokban rotyogtak a finom ételek, és a fakanalak is szorgalmasan forogtak az ügyes kezekben. A falunap idén is összehozta a kis település lakóit.
Az önkormányzat igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy az itt élők a lehető legjobban érezzék magukat, és ennek része, hogy minél több közös programot szervezünk számukra. Ennek része volt már családi napunk, azt követően gyereknap, most falunap. Eddig úgy néz ki, hogy nagyon jó a hangulat. Minden korosztály számára igyekeztek programokat szervezni. Foci kupával indult a nap reggel 8 órakor, délben elindult a főzőverseny, jöttek sorban, hogy jönnek a fellépők. A gyerekeknek habpartival kedveskedünk, illetve fel van állítva reggeltől egy párakapu, ott is tudnak frissülni. A színpadon helyi és környékbeli csoportok adtak zenés műsorokat, és volt sörívó verseny, valamint zumba is. Már januárban össze szokott ülni ilyenkor az összes civil szervezet, és akkor megbeszéljük, hogy akkor idén milyen programok vannak, és akkor már a februári költségvetésnél eldől, hogy akkor mikor lesz a falunap végleges időpontja, és innen már megkezdődik a szervezés. A falunapi programok mellett termelői vásárt rendeztek. Az önkormányzat ingyen biztosította a helyet a portékáikat kiállítóknak. Kaptunk egy meghívást, hogy terméket kóstoltassuk, illetve ismertessük meg az emberekkel, és ezért minél többféle ízben, fajtájú sajtot hoztunk, hogy akkor az emberek megismerkedhessenek vele, mert sokan tartanak például a kecske sajttól, és itt most lehetőség van akkor arra, hogy csak úgy megkóstolják, anélkül, hogy bármi kötelezettséggel járna. Van füstölt sajtunk, illetve különböző fűszeres sajtok, snidlinges, lilahagymás, bazsalikomos, csilis, köményes. Kicsit a bizalmatlanság itt is érződik, hogy mert hogy kecske, de remélem, hogy minél többen megkóstolják, és akkor ezt a rossz berögződést sikerül akkor majd eloszlatni. A termelői vásár a Tolnai 3-as Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség segítségével pályázati támogatással valósult meg. Helyi termékfesztivált próbáltunk erre a falunapra rászervezni. Összefogás az pedig tulajdonképpen ez a Líder Szövetség, ez a Tolnai 3-as összefogott a Tamási Líder Szövetséggel, és elnyertünk egy pályázatot, amelynek keretében azt vállaltuk, hogy a helyi termelőket felkutatjuk, és megpróbáljuk a piacra jutásban segíteni őket. Ez a mai rendezvény vagy fesztivál is ebben segít, de ez csak egy pontja, egy állomása ennek a történetnek. A célunk az, hogy a Magyarországon termelt, illetve azon belül is kis hazánkban, Tolna megyében, és a két hacs területén, helyi Líder hacs területén termelt termékeket jobban megismerjék a magyar emberek, szívesebben egyék azt, amit tényleg itt termelnek, és hát megkedveltessük az egészséges magyar élelmiszereket mindenkivel. Ahogy közeledett az este, a hangulat egyre inkább a tetőfokára hágott. Az emberek ki vannak éhezve, hogy rendezvényre jöhessenek, úgyhogy most már, hogy így este fele van, már egyre jobban jönnek, és szórakozni szeretnének, és mi is szeretnénk szórakozni. A színpadi előadók népszerű és mulatos dallamokkal is megörvendeztették a nagy számú közönséget. Már a második hetén is túl van a Dombóvári Önkormányzat szervezésében zajló Erzsébet tábor. A szünidejüket töltő diákoknak ez jó alkalom az új barátságok elmélyítésére is, hiszen több intézményből és településről is vannak táborozók. A hét programjai között szerepel kirándulás, érdekes előadások és persze az elmaradhatatlan strandolás is. Gyerekzsivajtól hangos a gunarasi tábor, ahol a dombovári és környékbeli diákok térítésmentesen tölthetnek el egy-egy hetet, mondta el a város polgármestere. Az Erzsébet táboros lehetőségnek nagyon örülünk, hiszen mi ezt a tábort elkezdtük már tavasszal szervezni. Akkor adtuk be a pályázatot, nyilván akkor még költségtérítés is reérdettük meg a tábort. Nagyon öröm volt számunkra, és nyilván a szülőknek még nagyobb öröm, hogy gyakorlatilag térítésmentesen vehetnek részt a gyerekek ebbe a táborba. Nyilván a tábor szervezésekor már próbáltunk az előző évhez hasonlóan színes programokkal készülni, mind ugye a mai nap is látható majd, hogy lesz egy kutyás bemutató. Annak is nagyon örülök, hogy talán be is hallatszik, hogy jó kedve van a fiataloknak. Az előbb egyeztetünk, már nagyon várják a pénteket, hiszen unaros fürdőn vagyunk, és tudnak menni fürdeni. Nagyon remélem, hogy ezt a dolgot tovább tudjuk folytatni, és a következő évben hasonlóan 4 héten keresztül 20 fős fiatallal el tudjuk tölteni itt a nyarat.
Első körben nem volt kikötés, nyilván a második körben meg kellett vizsgálnunk, hogy valóban alkalmasak-e rá, és azok a feltételek adottak-e, mely mentén a részvétel lehetősége fennáll. Hála Isten, senki nem esett ki a postán, és mindenki részt vehetett benne. Természetesen nagyon fontos, és meg kell, hogy köszönjem a pedagógusoknak azt a tevékenységét, amelyre tavaly is és idejében is mellé álltak a tábornak, és biztosítják a felügyeletet a gyerekek részére. A kolléganőim is a pedagógusok voltak a főszervezők, természetesen helyi erőket próbáltunk minden esetben igénybe venni. Alapvetően tűzoltóság, rendőrség, régi visszatérő vendégek itt a táborba. A gyerekek mindig nagyon örülnek neki, zeneiskola részéről is megvan a támogatás, hiszen Pápa Jaci tanár úr minden évben ide látogat a tanítványaival, és azt gondolom, hogy a legnagyobb érdeklődésre mai napon a kutyás bemutató tart számot, hiszen a gyerekek nagyon szeretik az állatokat. És valóban a táborban résztvevő gyerekek nagy örömmel fogadták a kutyákat és kiképzőiket. Azt szeretem a legjobban, tudnak valamikor cukiskodni, lefeküdnek, hogy tudnak valamikor pacsizni, hát meg ilyen eféle. De visszahozzák a labdát. Itt voltak a kutyások, és bemutatót tartanak nekünk, hogy milyen okosak a kutyák, és mit tanultak. A 2012-ben alakult Dombodok Centrum Kutyás Sportegyesület fő profija, a profi kutyázás, az EGP sport. Rendszeresen járnak óvodákba, iskolákba is kutyás bemutatókat és ismeret terjesztést tartani, különös tekintettel a kutyaharapásos balesetek megelőzésére. Alapvetően ugye a kutyákkal való kommunikációt próbáljuk a gyerekeknek megmutatni, hogyan kell viselkedni a kutyákkal, a felelős állattartásról, minden ilyen kutyás dologgal kapcsolatban tartunk nekik ugye egy kis információközlést. Az mellett persze természetesen a kutyás sportokról is bemutatót tartunk. Ugye alapvetően a mi egyesületünknél az EGP, Nemzetközi Munkakutya Sport, a fő sporttevékenységünk, és erről is tartunk nekik egy komoly ismeretterjesztést. Azt gondolom, hogy elég érdekfeszítő volt ez számukra, és nagyon örültek ennek. Van egy 7 éves versenykutyánk, ami a nemzeti bajnokságon folyamatosan részt vesz. VB kerettag is volt az idén, de sajnos le kellett mondanunk a különböző okok miatt, de jövőre újra megpróbáljuk. Az mellett van egy fiatal kutyánk, aki gyakorlatilag most nagyon fiatalon először debutál itt a gyerekeknél. Különbséget tudnak tenni egy érett kutya és egy kezdő kutya között. Megvan egy harmadik kutya, amin majd ők próbálhatnak ki egy-két érdekes dolgot, ha van elég bátorságuk hozzá, természetesen szakmai felügyelet mellett. A gyerekek betekintést nyerhettek abba a munkába, ami ahhoz szükséges, hogy egy szófogadó ebben dolgozhassanak a szakemberek, noha napi edzések, a kiképzés teljesen máshogy épül fel. Alapvetően egy edzés az nem így zajlik, amit látható lesz, mert egy edzésen a kutyának gyakorlatilag minden hiba lehetőséget próbálunk kiszűrni, ami esetleg bekövetkezhet versenyen, és ezért vannak olyan dolgok, amit ott, tehát itt ebben a helyzetben meg sem csinálhatunk. Pont, hogy ezt elkerüljük, hogy esetleg egy ilyet hibázon a kutya. A táborban résztvevő fiatalok nagyon hasznos és jó programnak tartották, hogy megismerhették azt a munkát, ami az ebek kiképzésének hátterében áll. Mindenkit más fogott meg. A kutyák nézése, és amikor kipróbáltuk az ilyen védőszereket, védőtárgyakat, Nekem az volt a kedvencem, amikor bemutatták, hogy mire képes maga a kutya, és hogy milyen erős a teste. A meleg ellenére is egy kellemes program volt a Dombodok Centrum Kutyás Sportegyesület bemutatója a dombovári Erzsébet táborban. A több száz éves hagyománynak megfelelően idén is egyházi búcsút tartottak Szent Anna tiszteletére Dombovár Szőlőhegyen. A névadóról elnevezett kápolnánál több százan gyűltek össze július 4. vasárnapján. A terület, ahol a Dombovár szőlőhegyi Szent Anna kápolna található, évszázadok óta számít búcsújáró helynek. A legenda úgy tartja, az itt található forrásnál egy csősznek jelent meg Szent Anna, Szűz Mária édesanyja, amint egy kisgyermeket mosdatott.
Az épületet 2004-ben újították fel, azóta pedig rendszeresen tartanak ott ismét egyházi búcsúkat, katolikus szertartás rendszerint. Gyakorlatilag a Szőlőhegyre költöztünk 1997-ben, de hol vannak gyökereink, szőlőhegy gyökereink a családnak és a rokonságnak itt a Szőlőhegyen, és hát minden vágyunk az volt, hogy ide kerüljünk, és amikor ide kerültünk, már ismerős volt ez a kápolna, nagyon szerettük magát a búcsút gyerekkorom óta, és bekapcsolódtunk ennek a kápolnának az életében, és egyre inkább átvettünk feladatokat. 18 évvel ezelőtt aztán sokan a Varga Stadler család kezdeményezése mellé álltak, és az 1700-as években épült kápolna felújításába kezdtek a környékbeliek. Most sikerült összefogni az akkori cégem, ahol dolgoztam, a partneri körét, külföldön és Magyarországon is, illetve helyi lakósokat, hogy megújult ez a kápolna 2004-ben. Tehát egy nagyon abszolút leromlott, nagyon rossz állapotú volt, és mondhatom, hogy akkor mindenki mesterek mellé álltak, és hát gyakorlatilag nagy örömünkre akkor újra szentelték, és innentől datálódik az, hogy igazából kézbe vettük Eskütt Norberttal, igazán ő, aki még mellettünk áll, dombóvári vállalkozó, akik gondoskodnak a kápolnáról. De ezt is el kell mondani, hogy ahogy itt elhangzott a mise után plébános úr szavaiban, egyre többen segítenek, és az is nagyon jó, hogy a korábbiakhoz képest a város is nagyon szépen mellé állt, a kápolna mellé, holott egyházi tulajdon, de mindenben segítenek. Szent Anna napja a katolikus hagyomány szerint július 26-a. Ez a dátum egyben a nagyszülők és az unokák ünnepe is. Dombóvár Szőlőhegyen az ehhez az eseményhez legközelebb eső hétvégén tartanak búcsút a kápolnánál. Ez a búcsú ez most az egész hétvégét magába foglalta, hiszen tegnap voltak a kulturális programok, egy kis bál a szórakozni vágyóknak, és ma a vasárnap pedig az ünnepi szentmise, ami valóban így van, hogy évről évre nagyon sok embert vonz. Nem csak innét a Szőlőhegyről és a városból jönnek el, hanem mindig érkeznek távolabbról, vidékről is vendégek, akik részt vesznek ezen a már hagyománynak számító Szent Anna búcsún itt a kápolnánál. A vasárnapi mise igazán különleges volt abból a szempontból is, hogy két nyelven hallhatták az igehirdetést az összegyűlt hívek, horvátul és magyarul. Szerencsére egy kedves vendégünk is volt, kollégám Barics Gábriel plébános atya jött el, aki horvát származású, és mivel itt a Szőlőhegyi kápolna környékén, illetve magának a kápolnának a rendbetételében nagyon-nagyon sokat segít a plébániai közösségnek a helyi horvát kisebbségi önkormányzat, és horvát vendégek is érkeztek a mai búcsúra, ezért helyén valónak találtuk, hogy nem csak az, hogy őt meghívjuk, hanem azt is, hogy néhány gondolatot szóljon horvátul is a jelenlévő horvátokhoz. A kegyhely környezete, ahol rendszeresen megtartják a Szent Anna búcsút, különleges tulajdonságokkal rendelkezik, így tartják róla a helyiek. Ha valaki ebbe el akarna mélyedni és belelátni, akkor el kell olvasni a Szepesi László költőnek a költeményét, hiszen a kápolnának az élete összefügg, és azért alakult, mert itt van egy forrás, a Szent Anna forrás, és a Szent Anna forrásnak gyógyító erőt tulajdonítanak, hiszen ez a kápolna már több mint 200 éve épült, és gyakorlatilag ez a kápolna őrzi ezt a forrást, vagy viszont, tehát ha ezt el akarja olvasni, az kellő információt kap arról az egészről, ami igazán megérinti az embereket. Egyébként a mai napig is nagyon jó a vize, és nagyon sokan járnak napközben ide vízért, mondják, hogy kimondottan gyomorbátornak nagyon jó. A 2004-es kápolna felújítást hamarosan újabb követheti. Az egyház és a Szent Anna búcsú szervezői ugyanis már ezen dolgoznak. Mindig van egy ilyen kápolna körül tennivaló, illetve nem csak a kápolnára magára gondolok, hanem a környékére is. Ugye az elmúlt években több kis oltár is épült, ilyen szabadtéri oltár, illetve hát voltak már a régebbi kinti szabadtéri oltárok. És hát mindig van valami, ami megrongálódik, tönkremegy, és egyik évben a kápolnádban belül, máskor pedig kint kell valamit tenni, megvalósítani. Úgyhogy tényleg nagyon nagy dolog az, hogy komoly összefogás van a helyi szőlőhegyiek, a szőlőhegyiek, a dombováriak, illetve a horvát önkormányzat segítségével. Hát évről évre mindig tudunk valamit alakítgatni, illetve ami megrongálódik, tönkre megy, az pedig megjavítani, vagy kicserélni.
Dombovár szőlőhegyen, tehát a több száz éves Szent Anna kápolnára minden bizonnyal még hosszú élet vár. A gyerekeket a nyári szünidő alatt lekötni nem egyszerű feladat. A Földi István könyvtár egy Japánból eredő ötlettel rukkolt elő lassan 10 éve. A gyerekeknek szóló előadás a nyár folyamán kiköltözik a szabadba, ahol igazi piknik hangulatban élvezhetik a rövid meséket a gyerekek és szüleik. Augusztus végéig keddenként még számos mesével találkozhatnak a kis lurkok. Hogy hol? Nézzük meg! Egyszer volt, hol nem volt. Ezzel a kezdő mondattal indulnak a mesék, de a Földi István könyvtár szabadba költöztetett papírszínházához kell a varázslat is. A papírszínházi előadás kezdetén a gyerekek csukott szemmel közösen mondják el az előtte megtanult kis varázsigét, majd varázsport fújnak ki, hogy kinyíljon a mese figuráit tartalmazó dobozka, amely lassan egy évtizede van a könyvtár birtokában. 2011-ben találkoztunk a könyvtárosok vándorgyűlésével, a papírszínházzal, ami Japánból ered, tulajdonképpen a mesekönyvet alakítja át színházzá. Újhelyi Mónika kolléganőmmel ekkor határoztuk el, hogy a dombovári gyerekkönyvtárban is ezt bevezetjük. Nem sokkal ezután megrendeltük az alapcsomagot, ami a fakeret és 6 darab mese volt. 2013-ban egy Európai Uniós pályázat keretében 14 millió forint támogatást nyertünk kompetenciafejlesztő programokra, melynek alap a papírszínház volt. A papírszínház célja a szókincs bővítése, közösségformáló ereje van, és a leghatékonyabban tudnak a gyerekek fókuszálni, tehát a gyerekek fókusza maximális a papírszínház során. 2017 nyarán, idén 5 éve jöttünk ki a játszótérre a gyerekek közé. A mese tulajdonképpen egy olyan 20 perc időtartam. Napjainkra már 53 mesével rendelkezünk, ezért mindig új mesékkel tudjuk várni a gyerekeket. Így van ez idén is, júliusban és augusztusban. Az időpont a megjegyezhetőség érdekében fix, minden kedden 10 órakor a víztoronyhoz közeli játszótéren várják a mesék a gyerekeket. A szünidei hetek ezzel színesebbek lesznek a gyerekek számára, a felülvigyázóknak pedig egy lehetőség arra, hogy kicsit szusszanjanak, amíg a gyerekek a mesevilágban kalandoznak. Azt gondolom, hogy egy remek ötlet. Minden nyáron itt töltünk legalább 1 hónapot a mamánál, és hogyha szerencsénk van, akkor ebben az 1 hónapban minden kedden ide tudunk jönni egy fagyizásra, egy játszóterezésre és egy mesére. Anna nagyon szereti a papírszínházat, hogy a könyvtárnak ezt a szolgáltatását egy nagyszerű kezdeményezésnek tartjuk, lehetne gyakrabban is. A Földi István könyvtár gyűjteményében jelenleg 53 mese rejtőzik, melyek közül hétről hétre egy újabb kerül elő a gyerekek nagy örömére. Az elejétől kezdve nem láttuk, mert biciklivel jöttünk és lekéstünk róla, csak annyit tudok, hogy arról szólt, hogy van benne egy Molnár legény és egy kandúr, és a kandúr azt szeretné, hogyha a Molnár legénynek a felesége lenne a király kisasszony. A kis lurkok legtöbbje visszatérő papírszínházi előadás látogató, akik fürkésző tekintetekkel kísérik végig a nagyjából 20 perces kis történeteket keddenként. Önök a Kaposmenti magazinunkat látták, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!